Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. A Huawei 2022-ben sem hagyott minket mobiltelefonok nélkül, több árkategóriában is képviselteti magát. Én most nektek a legolcsóbb 2022-es Huawei telefont hoztam el nektek bemutatásra, ez pedig nem más, mint a Huawei Nova Y70. Telefon kibontása után hasonló élmény fogad minket, mint más Huawei telefonnál, ami azt jelenti, hogy a telefon mellett lesz egy 22,5 wattos adapter, egy USB-A, USB-C adatkábel, és a kijelzőre pedig gyárilag került egy fólia. Anyaghasználat terén tulajdonképpen azt kapjuk, ami egy 80 000 forintos mobiltelefontól elvárható, tehát teljesen műanyag borítás, a hátlap az kopogós műanyag, az új lenyomatokat rendkívül fogja gyűjteni, illetve csúszós is a hátlap, szóval mindenképpen ajánlom majd, hogy vegyetek rá egy tokot. A készülék nem rendelkezik Gorilla Glass vagy IP védelemmel, és a ilyen színátmenetes a hátlap, ez a kék színű telefon, de ahogy mozgatjuk, ilyen fekete, sötétkék és világos kék árnyalatokban pompázik a készülék, illetve ha a kameraszégetet jobban megnézzük, akkor az iPhone X-re hajaz, igaz, hogy egy picit nagyobb. A szélek hátul lekerekítettek, az előlapon lapos. Vízcsepp alakú a szenzorsziget, alul lényegesen vastagabb a káva, mint a többi oldalon, ez az olcsó mobilok is mérve. Alulra került a jack csatlakozó és a hangszóró, bal oldalt van a SIM tárca, a készülék dual SIM-es és bővíteni is lehet, de ebben az esetben csak egy SIM helyezhető bele. Jobb oldal található a bekapcsoló gomba épített új lenyomatolvasó, ami rendkívül gyorsan és pontosan működik, emellett a 2D-s arcfelismerés is gyorsan reagál. A telefon eléggé nagy, majdnem 200 g-ot nyom, de ennek ellenére nem recseg vagy ropog a készülék. Mono hangzást kapunk, a minőség az nem kiemelkedő, ilyen dobozos lesz a hangzása, tehát hogyha mondjuk filmet akarunk rajta nézni, én ajánlom, hogy szerezzünk be egy fülhallgatót. Én azt tapasztalom, hogy a 60 és 80 ezer forintos árságban lévő mobiltelefonokat a hatalmas kijelzővel és a méretes akkumulátorral szeretnének eladni. Ez a készülék 6,75 incses IPS panellel rendelkezik, a felbontás 720x1600 pixel, ami miatt a képpontsűrűség alacsony, ez látszik is a filmnézés közben. De a rajzfilmek azok kifejezetten gyönyörűek a kijelzőn. Wideband L1 tanúsítvánnyal nem rendelkezik, mondjuk ez nem meglepő, mert maga a panel sem éri el a Full HD felbontást. 60 Hz-es, hogy mennyi a fényerő azt nem tudom, de nem a jobbak közé tartozik, és amivel még számolni kell, az a betekintési szög. IPS panel révén, hogyha már minimálisan is megdöntjük a telefont, nem lesz tökéletes. A beállítások között találunk szemkímélő és e-könyvmódot, illetve két színmód között választhatunk, és van rendszer szintű sötét mód. A panel teljesen átlagos, ebben az árkategóriában elfogadható, de hozzá kell tennem, hogy a hasonló árral bíró Nova 8-i nagyobb felbontással rendelkezik. Nem egy bika hardware kapunk, a CPU egy két évvel ezelőtti Kirin 710A, Mali G51-el és 4 GB RAM-mal. A háttértár 128 GB, amit bővíthetünk, maximum 512 GB-ig. Antutu nem érte el a 200 000 pontot, illetve a Geekbench számok sem kiemelkedőek. A stressz teszten a második, harmadik körre visszaesett a eredeti teljesítményének a 80%-ára, viszont ott már stabilan tartotta magát. Elfutott az Asphalt 9, igaz minimum volt a grafika, és még így is belaggolt az ütközéseknél, illetve a töltési idő is több, mint egy középkategóriás mobilnál. A PUBG gyakorlatilag játszhatatlan, mert egyrészt gyenge a grafika, és rengeteg a lag, hát nem erre találták ki. Kisebb játékok, szókereső, sudoku, kártyajátékok, ezek menni fognak. Használat közben a rendszernél néha egy-egy döccenő volt, de ezt el kell fogadni egy ilyen teljesítményű telefonnál. Viszont a melegedés elhanyagolható. Ami az adatkommunikációt illeti, sajnos csak negyedik generációs Wi-Fi-t kapunk, van Bluetooth 5.1, ismeri a fontos GPS műholdakat, és NFC is került a telefonba. Mobil fizetésre alkalmas, de ehhez jelenleg szükségünk van a Curve-re.
Ami igazán érdekessé teszi ezt a telefont, az az akkumulátora, mégpedig egy 6000 mAh-s telep került bele, amit maximum 22,5 watttal lehet tölteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 0-ról 100-ra körülbelül 2 óra alatt lehet feltölteni, ami még így is soknak tűnik, viszont az üzemidő, amit cserébe kapunk, az már kompenzál minket. Nagyjából 10-11-12 óra képernyő időt simán ki lehet hozni a telefonból, hogyha ezt átfordítjuk hétköznapi használatba, minimum a 2 nap üzemidő meg lesz, de hogyha annyira nagyon nem nyúzzuk a készüléket, akkor még a 3 nap is elérhető. Szóval azt jelenti, hogy ha elutazunk hétvégére valahova, akkor gyakorlatilag nem kell vinnünk magunkkal se töltőt, se powerbankot. A telefonon Android 10 fut, ami nem mai, viszont a legújabb MIUI 12 található rajta, tehát elérhető a Huawei Share funkció, és külön van a vezérlőpult és az értesítési sáv. Fontos kiemelni, hogy továbbra sem érhető el a Google szolgáltatásai, de a Huawei azért mindent megtesz, hogy ki tudja küszöbölni ezeket a hiányosságokat. Rengeteg minden elérhető már az App Gallery-be, amit meg ott nem találunk, letölthető APK formátumban, illetve a Petal kereső is a rendelkezésünkre áll. A G-Space-en keresztül egyébként be tudunk lépni a Google szolgáltatásainkba, de az adatainkat egy harmadik félnek adjuk meg, szóval biztonsági szempontból lehet, hogy ez kicsit aggályos. Az általam használt appok jelentős része egyébként gond nélkül futott, gondolok itt a Facebookra, a Messengerre, TikTokra, Instagramra, WhatsAppra, Viberre. Amit hiányoltam, vagy ami nem ment, az a mobilbank alkalmazásom. Néhány bank már elérhető, de például a UniCredit-et nem tudtam elindítani rajta. Illetve még a streaming szolgáltatásokra térnék ki, hogy ez is ilyen nagyon katyvaszos, szóval hivatalosan nem elérhető se a Disney Plus, illetve az HBO Max, gyakorlatilag meg fut rajta, ezt mondjuk én úgy tudtam elérni, hogy a Mate 10 Pro-mról úgy költöztem át ebbe a készülékbe, hogy a phone clone-t használtam, és tulajdonképpen mindent átmásoltam, és egyáltalán nem akadékoskodott a készülék, simán tudtam filmeket elindítani rajta, viszont tényleg az App Gallery-ből nem lehet letölteni. Illetve mostani friss hír, hogy elvileg a régi Huawei telefonok is, amiken még van Google, hogy azok is el fogják veszíteni a streaming támogatásokat. Én azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha HMS-es készüléket választ, és pláne hogyha Huawei-ről költözik át, akkor mindenképpen a phone clone-t kellene használni, és megpróbálni minden adatot átmásolni. Sokkal több mindent el tudunk majd érni, mint hogyha külön beüzemelnénk, és akkor utána próbálnánk összevadászni az applikációkat. Illetve zárójelben megjegyezném, hogy ha kutakodunk az interneten, akkor találunk olyan módszereket, amivel elvileg fel tudjuk tenni a Google szolgáltatásait, de ezek nem teljesen legálisak. Kamerák terén kapunk egy 48 megapixeles főszenzort, egy 5 megapixeles széles látószögűt és egy 2 megapixeles mélységérzékelőt. Előlapon egy 8 megapixeles lencse lesz. Hát nehéz dolgunk lesz, ha jó képeket szeretnénk készíteni. Eléggé ramat idő volt, amikor a telefon nálam volt, de jó környezeti fényviszonyok között lehet majd elfogadható minőségű képeket készíteni. Egyéb esetben, amikor kevés a fény, akkor szó szerint kifakul a kép, a sárga szín egyáltalán nem a valóságot tükrözi, a piros az már közel színhelyes. Az automata fókusz és a fényérzékelő sem mindig működik, nekünk kell majd a kijelzőre koppintanunk. Videóterén Full HD 60 fps a maximum, de itt is fakó a kép, ugrál a fókusz és semmilyen stabilizálás nincs. A mélységérzékelő segítségével a bokeh hatás egészen jól működik, csak a felbontással voltak, illetve vannak problémái. Azt tudom mondani, hogy inkább fényképek készítésére még alkalmasabb lesz, mint videózásra, de ha rászánjuk az időt, akkor ezzel is lehet egészen jó képeket készíteni. A telefon fekete, fehér és kék színben kapható, az ára pedig bruttó 80.000 forint, ahogy már többször is elmondtam. Hát az látszik, hogy nem egy hardcore telefon felhasználóknak szánták ezt a készüléket. A célközönséget talán úgy tudnám belőni, akik kisebb pénztárcával rendelkeznek, vagy nem szeretnének olyan nagyon-nagyon sok pénzt költeni egy telefonra, és ebből kifolyólag nem is akarják minden nap tölteni,
de szeretnének egy nagy kijelzőt, illetve hogyha ilyen kisebb játékokkal néha-néha szeretnek szórakozni, vagy mondjuk családi eseményeken egy-két fotót szívesen lőnének, valamint nem egy kínai no-name márkát szeretnénk magunknak, amit mondjuk az AliExpressről lehet rendelni, hanem mégis egy olyan gyártókészülékét használnánk, aminek van neve, illetve hazai terméktámogatása és szervizhálózata. Na, hát ennyi lett volna ez a videó. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett és hasznosnak találtátok, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el bekapcsolni a harangot, hogy kapjatok értesítést a videóimról, mert nagyon sokan nem kapnak értesítést. Úgyhogy ennyi lett volna mára, és néhány nap múlva újra találkozunk. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!